mikor engem oda tettek a belügyminisztériumba, hát nekem fogalmam se volt arról, hogy tulajdonképpen ezt hogy kell csinálni. Gyanúsnak látszott, túlságosan ugye furcsának, tehát nekem mondani, hogy az akkori atmoszférában sok minden volt, tehát nem lehetett kiszakítani az akkori atmoszférából, gyanúsnak látszott nekem a dolog, nem? Mondd erről, de nem tudtad volna lefogni a Rákosi kezét, vagy a Farkas kezét. Nem. Rákosi és Farkas, hát először is a Farkas tudni kell, hogy egy rendkívül erőszakos ember. Csinált ellenem egy csomó intrikát. Ő folyton implikált a Rákosinál ellenem. És a Rákosit nem. A Rákosi az mondjuk még politikai kérdésekben valamelyest hallgatott rá. Bár ott is voltak hát elég éles összetűzései. Hát ez egy közismert dolog, hogy politikai bizottság ülésen is igen éles összetűzéseinek voltak. De mondjuk ez még más. Ezekben a kérdésekben azonban a Rákos úgy járt el, mint egy abszolút ilyen megszállott. Ezen kívül, mint hogy ő intézte évek óta ezeket a dolgokat. Hát én milyen alapban alkotkozhattam volna bele, hát fogalmam nem volt az ügye. Az alap ez megfogott, nem úgy értem, hogy alap nem volt objektív alap, amire támaszkodhatni, hogy a jelenséget nem megy. Ez nem helyes, ez nem helytálló. Nem voltam erről meggyőződve. Vagy sem voltam. Bocsánatot kérek, amikor elkezdődött, amikor én belügyminiszterettem, én tettem javaslatot az összes ügyek felülvizsgálására. Én vittem be a közösségbe. Ön ahogy tudott 1953 előtt, hogy az Államvédelmi Hatóságot rendszeresen vernek és kínoznak ezt. Kérem szépen, én magam hallottam, hogy verik az embereket. Pontos tudomásom nekem erről nem volt. Az első eset, amikor itt most már tátumra én nem tudnék visszaemlékezni, hogy ez mikor. Az első eset, amikor erre rádöbbentem, ez a szűz testvéreknek, vagy szűcs testvéreknek az ügye volt. Azt tudta, hogy a jogvették őket. Ezt utólag is tudtam, igen. Azt azonban szintén úgy adták be a dolgot, hogy ez a szűcs, ez egy angol kém, hogy ez a londoni magyar klubnak volt a titkára, hogy az Intelligence Service-nek a hozzájárulása nélkül ez lehetetlen lett volna, hogy a szűcsnél lakott, hogy tehát a szűcs is benne volt a dologban, a másik, tudnék ez a aki Péternek a helyettese volt, és így tovább. Szóval kérem szépen, hogy tudok erről, de azt is megmondom, hogy mikor én belügyminiszter lettem, hát én hadd bíróság elé állítottam. Szórványosan előforduló, igen jelentéktelen, apró kis ilyen erőszakosságokért államvédelmi tisztelet. Na de a Rákosi politikai bizottsági jegyzőkönyve szerint beszámolt arról, részletesen indokolva, hogy verés nélkül nincs politikai rendőrség, hogy amiért, ahogy ő mondta. Lehet, hogy ez igaz. Bocsánatot kérek, de ekkor, ha én jól emlékszem, tudom, ezen az ülésen volt, vagy máshol, én ezenem fölvéttem, és fölvéttem Leninre hivatkozva. Erre mondta a Rákosi, hogy kérem, bennünket is vertek, és kiverték azért általában a kommunistákból azt, amit tudni akartak. Szóval neki ez volt az ő fölfogás. Én azt mondtam, hogy mások vagyunk, mi nem vagyunk. Sportisták, nekünk nem lehet. De meg kell, hogy mondjam, hogy ezt a vonalat itt, ugye a Farkas is, és sőt, azt hiszem, hogy a Farkas rákontrázott erősen. Mert őnek általában az volt a természete és a szokása, hogyha látta, hogy a Rákosi valami irányba megy, valamire rákapcsol, akkor ő ezt túlhajtotta. De és nem lehetett vele. Hát itt van egy konkrét eset. Mikor a Kádár-beosztás a börtönből írt ki,
egy, ha jól emlékszem, 31 vagy nem tudom hány oldalas. Nem a Kállai Eszter. Nem. Kállai Eszter. Levelet. Ennek meg kell lennie. Én, mint akkor én belügyminiszter voltam, 8 vagy 9 hónapig. 53. Nem egy évig, én kevesebbünk voltam, mint egy júliustól. Szóval egy körülbelül 8-9 hónapig pontosan most már nem emlékszem. Meg én kaptam készhez ezt az írást. És egy cédulára ráírtam, hogy hát akkor még föl sem volt övetve, az a legelején volt az első időkben, őszintének látszik. És elküldtem ezt a Rákosi Erasztásnak, ugye Rákosi volt a központi bizottságnak az a főtitkára, azt tovább küldte a Farkasnak. A Farkas pedig most már nem emlékszem biztosan, ráírta a telefonon, hívott föl, nem tudnám megmondani, csak elkezdett engem szívni, hogy mennyire naív vagyok én, hogy hiszek ennek az írásnak. Én elolvastam a benyomásomat, hogy az volt rögtön, hogy ezt csak egy igaz ember írhatta az, aki valóban azt írja, amit gondol. És mi odáig megérkedtem, hogy ráírtam, hogy őszintének látszik. Ami abban az időben hát azért valamit jelentett, nem tudom én nagy túlbecsülni ezt. Tehát szóval akartam rávezetni Rákosit arra, hogy nézze meg rendesen ezt a dolgot, mégis mi lehet e mögött, nem látszik rendben lévőnek. Meg kell, hogy legyen ez az én cédulám. Őszintének látszik. Egyébként én ezt később a kárára adásnak kell is mondani.